Egy új kiadvány bemutatójára gyülekeznek a vendégek a Kamara kávézójában. Egy év kihagyás után újra elkészült a Prestige Top 100, amely a nettó árbevétel és a foglalkoztatottak száma alapján rangsorolja a helyi cégeket. A Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke elmondta, jelenleg a világ gazdaságának újrafelosztását éljük meg. A kérdés az, hogy Magyarországnak milyen lapokat osztanak majd. Az IT világ, a gyógyszer, a hadipar, az autóipar, a gyármiipar, abban egyetlen egyben vezet Európa a gyármiiparban. Köszönhető ez a három nagy német cégnek. A mi nézőt tudtunk, hogy egyiket úgy hívják, hogy Audi, de azért az Volkswagen Concern. A másikat úgy hívják, hogy Mercedes, a harmadikat BMW, és mindegyikhez van kötődése Magyarországhoz, van akihez már 20 évesnél is idősebb, van akinél még csak 2,5 napos már még elsindult mondjuk az új gyára. Pintér Péntek Imre beszélt arról is, hogy a munkaerő megtartása, a logisztikai iparág erősítése és a turizmus fejlesztése jelentheti a kitörési pontokat a régió számára. A Kisalföld főszerkesztője azt emelte ki, az ország több pontján is van hasonló kiadvány, de csak Győr-Moson-Sopron megyében viseli a Prestige címet. Számunkra a Kisalföldnél is Prestige az, hogy ezt a kiadványt mi elkészíthetjük, és örömmel csináljuk, és öröm látni azt, hogy olyan eredményekről tudunk beszámolni ebben a magazinban is, ami azt gondolom, hogy nem csak a vállalkozásoknak, nem csak a cégeknek, nem csak a gazdaságnak, nem csak az országnak jó, hanem az egyéneknek is, az embereknek is, akik nyilvánvalóan mi úgy kezeljük, hogy ők a mi olvasóink. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron megyei adó és vámigazgatóságának igazgatója a feldolgozó ipar szerepéről is beszélt előadásában. Ha visszatekintünk a aktuális adatoktól, akkor beilleszkedik a trendbe, és tavaly, mintha semmi nem történt volna. Van egy pici visszaesés az üzleti forgalomban, mind a belföldi, mind a külpiaci értékesítésben, de ha a zöld oszlopokat nézik, akkor egy nagyon jelentős megugrás látható a tavalyi évhez képest, mind a kivitelben, mind a belpiaci értékesítésben, és a tendencia az, hogy évről évre ez emelkedik, az pedig látszik, hogy a 2019-es adatokat mind a két szegmensben és az összértékesítésben is meghaladta az idei első félévi adatunk. A kiadványból kiderül, hogy az összeállításban tavaly és idén is szereplő cégek közül 43-an tudtak előrelépni, 42-en viszont rontották a helyezésüket. Az Audi Hungária mind a nettó árbevétel, mind a foglalkoztatottak számának tekintetében megőrizte vezető pozícióját. Az Audi Hungária csapata munkatársi kompetenciájának köszönhetően azonban 2021-ben is talált olyan pragmatikus, a gyakorlatba átültethető megoldásokat, amelyekkel sikerül ezeket a kihívásokat kezelni. Az említett nehézségek és keretfeltételek ellenére is úgy gondolom, hogy 2021-ben egy sikeres évet fogunk zárni. A nettó árbevétel tekintetében 8. helyen álló Leijer cégcsoport ügyvezető igazgatója a vállalat történetét elevenítette fel, és szólt arról is, hogyan telik náluk egy átlagos nap 2021-ben. Naponta több mint 250 családi ház alapanyag gyártjuk, az főleg tégla, ezen kívül még több mint 140 lakás előre gyártott elemekből, naponta több mint 44 ezer térburkoló négyzetméter, 280 komplett kémény, 6 méter hossz számítva, az 1500 folyaméter, 900 méter mélyépítő elem, az összesen kb. 1950 térkép kocsi, sóba állítva kb. 40 km. A nettó árbevételi lista harmadik helyét egy villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás profilú cég foglalja el, amely azonban sem nevének, sem székhelyének közléséhez nem járult hozzá a kiadványban.